No, hát akkor sok szeretettel köszöntelek titeket. Sziasztok! Toljuk tovább, folytatjuk a Spiritfarer. Egy picit elkúrtam szerintem a monitorbeállítást, úgyhogy ezt lejjebb teszem, és akkor így Adrika is jobban látszik. No, Aslarral együtt akkor meg veletek karöltve. Folytatjuk a lelket. De sziasztok! És akkor folytatjuk a révészünkkel való kalandozást. Azt hiszem, hogy ott hagytuk abba. Itt már volt. Sziasztok! Sziasztok! Na, ha jól emlékszem, akkor most ezt ki le is veszem egy picit. Tehát az alsó karéjon kalandoztunk, és most el kéne mennünk a távolabbi szegletbe, ha jól tudom. És mindjárt ki fog nevünk. Mindjárt megnézzük a térképet. Egyébként köszönjük szépen nekünk, eredményesen telt a nap. Én kifestettem a még maradék szobában lévő festendő felületet, amit a hétvégén kezdtünk el Zolival. Zoli meg a következő cikken dolgozott, az nem tudom, hogy ez a, hogy haladtál, hogy az mikor megy. Fönt van Patreonon, úgyhogy azt már... Igen, akkor ez meg már fönn is van. Úgyhogy eddig nagyon jól telt a napunk, meg jó ez a kis tavaszi meleg, ami most kint van, úgyhogy... Jó, basszus, most jövök rá, így átkötöttem vízre a gázra a hajómat legutóbb. Ja, haláltát azt most learadtam. Jaj, már nincsenek magjaim. Elővetetted az összeset. Jó, ültessünk ide valamit, mondjuk. Hát a napra forgóval most elveszünk szerintem egy darabig. Nem fogom meglacsolni, hogy elvetni ide valami viharzónál. Learatjuk a megybokrot. Almafát is learasztottuk. Tényleg nekem van egy almafám is. Jó. Azt mondja, hogy nézzünk gyorsan egy feladatot. Sziatak se rácsolni. Crusher Rock. Zúzzak szét egy követ. Jó. Na. Frame kell. Arisztide majd dumálni. Surf and Turf. Oké. Gustavnak kell egy Smithy. A framehez mi kellett szerinted? Hú, most nekem újra fel kell fedeznem, hogy mi hol van. A frame az a békának kellett, ugye? Igen, talán. Igen. Ektoplazma kell, meg üveg. Nem tudjuk még, hogy honnan van. Na, az egy jó kérdés lesz. Fejlesztésekkel itt egyébként. Azt nézem, hogy... Ezt meg tudnám például csinálni, tudnék ezzel egy hűtőt tenni. Tegyél akkor oda egy hűtőt. A hülye gyereknek. Elhúzom, úgyis hisztizni fogok, hogy kell. Ez a Giovanninak a háza, vagy az Astrid-i? Ez a franc tudja. Szerintem az izéjéké, a Gerlicéjéké. És azt nézem, hogy mi? Gerlice. Á, két szerelmes. Na, azt mondom, hogy Astrid meg a Giovanni. Ironingot meg Cotton Fabric kell, úgyhogy szerintem... Ezt elkezdem közben megcsinálni, anyádnak. Nem meg kell szoknom, hogy mert Iron Ingotot kell csinálnom, meg Cotton Fabricot. Szia, te jó fiúk, illetve jött egy kérdés Zoltán. Igen. Romi Gergőtől, hogy van-e tervben Elite Genius 2 bemutató? Elite Genius 2? Most és headzapot kérdem, ez az Elite Genius 2. Nem Dangerous 2-re gondoltál? Evil Genius. Ja, Evil Genius 2! Jó, oké. Okay. Bassza. Jó, bocsánat. Én csak felolvastam, amit írtál. És így sikerült? Hát nem, jel volt írva. Na. Én meg nem ismerem ezt a játékot, úgyhogy nem tudom. Evil Genius 2. Nem tervezek Evil Genius 2 bemutatót, most elég sok lesz, tehát lesznek most bemutatók enélkül is. Meg ha kurva nagy mázlink van, akkor tudunk közben foglalkozni most már a másik csatornába is, mert szépen lassan.
Szerintem játékokban most leginkább a közeljövőben streamek várhatók. Így ilyen kisebb megjelenések, meg mondjuk ilyen retro címek. Gondolom én. De márciusban lesz majd egy podcast a kocka területen. Egy tök érdekes témában. Így felvetettenek, és az ilyeneket én rohadtul imádom, hogy az lesz a téma, hogy, hogy igaza volt a Thanosnak, amikor csettinteni akart. És úgy annyira belelkesültem ettől a témától, mondtam, hogy persze csináljuk, de hát így kurva élet, hogy... Közben már tenek a csatornán. Ha, igen. De szerintem az tök jó téma. Jó. Csak az íveket fogom majd kapni. Na várjál, ez és azon gondolkodom, várjál, hogy a volt ez, nem néztem pontosan, hogy hány ingot kell. Nem ez, kígyói, ez a gerlepári. Az Iron ingot megvan, most katonfabrik kell, 5. Ide kell menned. Aha, jó. Akkor menjünk oda, majd menjünk el. Meg azt mondom, annak a bikának fog kelleni majd egy házikó. Hát rohadjon meg. Meg se szól, ez állandóan pofázik, hallod. Szerintem ezt kinyírták egyébként, hogy... Lehet. Felannál várható a közeljövőben podcast. Jó kérdés. Nem nagyon vannak videójátékos események, amiket ki tudnánk beszélni. Nem történt semmi. Tehát... Mr. Pszichó írja, hogy Capcom bejelentette a Dino Crisis remake-et. De hogy jelentette be? Na jó, igazából nem, de milyen jó lenne, mi? Kurva Dino Crisis. Hú, miből csináltuk a Cotton Fabrikot? Abból. Cotton Threadból? Egy komédiás szeretne szavazni, hogy legyen. Jó, hogy a Dino Crisis szerinted egy jó játék. Ez streamed. Ja. Jaj, nem kapott enni egy ideje már a birkám. Anyád. Te figyelj, a birkának a bundájánból lehet következtetni arra, hogy mennyire éhes. Mert ennek fehérebb a bundája, mint a lentinek. Szerintem ezek más színűek, csak simán. Igen? Aha. Ha ez így van, akkor ez... Ah, tényleg is igazad van. Akkor semmi extra. Ah, vannak lécei. Békának. Adjál lécet. Kösz. Ja, hogy... Na, hogy... What is... Mhm. Ja, mert tegnap ugye elment valahol a Giovanni. Aha. Igen, igen, igen. Mi történt? Összesen 5 birka van, mindegyiknek más árnyalatú anyapja. Every day without you, torture, meet me at twilight. I will be waiting for you at my house in Oxbury. Tehát az Ox... évfél kaján kell mennem az Oxbury-ben lévő házba. Ez is gondos lesz. Viszont most megléptem a gerlepárnak. Oh, ezért, ezt. Ezt úgyhogy ezért nem nyavajoghatnak, itt majd a clear glass sheet lesz érdekes. Volt ez a crusher, mint a tököm. Abban... Szerintem abban lehet meg valamit csinálni. Közben induljunk el a hajóval.
De várj, most Oxborinál vagy, nem? Mert hogy oda kéne menned, akkor éjfélig. Idem boldlék. Ja, ide nem fog tudni átmenni, ugye, mert ez fehér sáv mögött van. Jó, itt ez mi? Ezüst. Ó, ezüstöm még nincs, ugye? Szerintem nincs. Szerintem sincs. Menjünk ide, ezt összeszedem. Oxbury hol? Valahol. Mert oda kell éjfélre menned. Oxbury. Ez nem az. Burton Park. Valahova. Szerintem az kap egy felkiáltóját ilyenkor. De nem. Nem ott vagy egyébként? Még mindig. De Oxbury. Na, na, oda kell majd visszamenned. Éjfélre? Aha. Jó. Ez egy nagy központi létre, úgyhogy ez szerintem. Ez jó volt, ha? Na, megyünk tovább. Gazdák vagy okosan nappali vásárlás. Jó, a terv az egyébként, hogy ma legalább egy csoportot át akarok küldeni a túlvilágra. Crush Rock. Ugye nekem van egy Crusher nevű helyem. Ha minden igaz. Tényleg, de jó szemed van. És... mit zúzod? Azt, amit most vettél, vagy szedtél össze, abból vegyél. Abból mi lesz? Ja, igen. Ja, úgy tűnik, ez úgy szállítja követ, mintha nem lenne holnap. Hallom, hogy könyörgő a tírgalomért. Legyük az ő boldogba, jól esett. Tudom, hogy készen állsz a következő feladat. Miki szeretne egy házat, nem csak akármilyen házat, egy átkozott túljó házat. Márvány, aranytükör, beltéri pálma. Ja, persze, hogy elég. Közben a ládákhoz megyünk. Megnézem, hogy tapadtam egy kagyló a hajó testre.
ez a fekete ez üres volt. Jó, és akkor megadjuk az irányt. Csak nézd meg, hogy milyen napszak van, mert ugye estére vissza kéne érned. Ide menj. Figyelj, nem fogsz visszaérni éjjel. Menjek ide? Nem menjél vissza addig oda, esetleg a hagymának közben eltudod a csóra. Tényleg, ott igazad van a hagymán. Ide még a hagymának eladjuk a hagymát, meg mi? De gyűrűd van az ilyeneket. Igen, mert már megy lefele a nap lassan. Jaj, igazad van. Azt nézem, hogy mi olyan dolog van, amit kifejezetten össze kéne mostanában raknom. Hát a háza. A ház, aha, igen. Az mi kell? Hú, de tényleg mekkora palotájom. Ashplank. Ezt meg tudnám igazából csinálni, mert Ashplank kéne, abból 8 már egyébként van, meg cotton fabrik. Hú, baszki. Úgyhogy most így a kókmód az kimaradt teljesen. És akkor fát kéne megvárni, ugye? Csak azt mondom, hogy miből lesz az S-plank. S-lobból. Jó, oké. Milyen meglepő. Se kell sokan. Hát gyerekem, nem tudok annyit csinálni, hogy bármilyen projekt ezzel legyen egy közöttel is. Még vagy a hagymánál egyébként. Ja, csak nem hallod ezt a betépet zenét. Ja, igen. Ja, meg a pénzből nekem vennem kéne a hajófejlesztéseket is, ugyebár. Oh. Kaptam egy arandot. Ó, barack mag! Nem vegyél. Nem tudok, nincs elég ilyen cuccan, viszont tudok metárókot, vagy fasságokat adni neki. Van ametiszt, méz, citrin tudok. Jó, most ezt így annyira nem. Mit adj, ezt adjuk el. Ezeket még eladhatod. Figyelj, amint megvan a 30 ezer, azt hiszem akkor tudunk venni majd hajótestet. Ha minden igaz, nekem az is az rémlik, hogy... ...30 000-nél, aha. Jó, akkor majd még egy pár dolgot el kell adni. Hát meg egy pár ilyen gyűjtögetős izét megcsinálsz, ilyen kis milligénet, akkor számomra is egy csomó iszom. Talán pont akkor fogunk oda érni, amikor kell. Tényleg ezek a gyűjtögetős játékok. Errantból van, amit már be tudtok váltani, egy olyan matéért, ami már nem nagyon fog kelleni. Túl sötét van. Nem is látom, hogy hol vagyok, basszus. Na mindegy, mit akarsz? Ja, hallott valami észveszteljétű morajlás, azt hitte, hogy a hajónak a gépei csinálják, de nem, a gyomra volt az éjjel. Kurva anyádat a karbok.
Fogd már be a pofán. De miért nem tudod befogni a pofádat? Nézd meg, hogy mit szeret. Fine dining food. Akkor rá koktélt adjál neki. Ja igen, a heti adásterv még nem állt össze, mint látjátok, leszek az a visszatérő cím. Igen, a pénteki megkezdett FMB streamet is folytatni fogják a sárcok. Igen, 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 a Contradiction-t. Mekkora paraszt ez a bika? Hát ez az. Ezt mondták is a srácok a múltkor, hogy ezt nem fogod csípni, mert egy elég bunker. Hát ez paraszt. Jó van, majd neked flancos kaják kellene, látom. Exotikus. Ez hülye. Ja, most meg tudod csinálni a Mikkelnek a házát. Igen, igen. Mi kellett ahhoz? Az már mindenet van elvileg. Várjál, nem, fabrik kell még hozzá talán. Nem. Nem, mindenet van akkor. No. Öcsém! Mi szépen elrendeztük, az egész most borul miatt a hülye buzi miatt. Na, bocsánat! Jó, hát... Hát költöztess föl valahol, hát van még bőven fönt helyed, ott jó lesznek. Menjél, költözz be! Szakadj meg! Aha! Az lágod egyébként, hogy a saját hajómon nekem nincsen gyakorlatilag egy negyed akkora szállásom sem, mint ezeknek a nyomorultak. Nem is kell átmenned a túloldalra. Hát nem, mondjuk az tény. Bronze, iron, crystal, glass. Hát ez majd... Ez kinek volt a helye? Ez volt az ilyen átmeneti szállás, ez volt ilyen mindenes. Hmm. Mindenki ide megy először. De a bika az nem menne oda be. Kezdjünk el itt pecázni addig. Elütjük az időt, amíg feljön a nap. Ó! Alvó bika nem mozdul. Mondom, ha valakit átlökünk a túlold. Mi a fasz? Lehet, hogy fejlesztened kell a pacabotot is? Nem találtam eddig még rá módot, de lehetséges. Lehet, ezt csákjáznom kell a túlmaradékot. Ja, várjál, most viszont nincs értelme oda menni. Gomba gyerekkel is beszélni kéne, azt mondja, hogy... Tényleg van egy gombát.
Ja, éhes! Te mit szeretsz? Tessék itt a tár is. Hálás. Átköltöztetem a vendégházba? Jó, most itt vagyunk, de nem most kéne itt lennünk. Úgyhogy most éppen ebben a pillanatban elmehetnénk máshova is. Például... De akkor mennyi busza? Jogos. Az ott az mi az? Ugyanolyan meteoros. Ja, az is meteoros? Aha. Pont, hogy most kéne itt lenni, azt mondja. Ja, igen. Azt mondta, éjfélkor. És neki itt van valami háza. Ja, ott van. Csak meg. Mit keresed? A gyomorcsok. Az én problémám, hogy ebből vagyok. Közelítem a kormányokat. Ugye a fejed fáj. Ja, senki sem. Senki sem hozott neki világokat, mi volt a kell mondani. Ez a nézés, ez nagyon jó. Indiszkrét találkozó. Neked mit? Itt az olaj! Tudom, de el tudtam volna passzolni. Mennyire komoly? Hát ez kell neked főzéshez. Ja, csak azt nézem, hogy egyébként... Figyelj, abból az üveggömbből majd tudsz szerintem üveget csinálni a tévéhez. Igazából annyira nem ilyen sokat, hiszen mivel túl sok forgácson van, igazából ilyen pár száz pénzt köztük, hogy a pár száz pénzt. Maradjuk a forintnál, jó? Mert most van 26 ezer forintom. Pont. Jó, és akkor visszamegyünk. Ez milyen komoly lenne, hogyha igazából szerelmi bánatában azt mondaná az Astrid, hogy akkor én kell vigyem át. Nem hiszem. Na, mert eddig a játék sosem próbálkozott támadni azzal, hogy kicsit úgy az érzelmeinkre akarjon hatni. Menjünk, mondjuk el Astridnak, jó legyünk árulkodó szemetek. Hát megbíztak téged ezzel a feladattal, úgyhogy ez van. Este van, valószínűleg Astrid alszik, de joga van tudni. Joga van tudni, hogy mi történik. Lejjebb. Ja. Rá az a bika már nem jut rontja a levegő. Mi a szar? Ja, ott
Jó, van egy hálója. Ez az. Alszanak a birkáim is, kurva jó fel. Jó. Majd ne legyen már túl dark a navigáláshoz. Aludj egyet, Krisztin. Nem akarok. Akkor ne aludjál. Most milyen gyorsan megérettek a gyümölcsöt. Szakik a mája. Ültessünk, nem tudom mit. Hello, Griffon. Ciao. Kukorica. Magot. Jó. Azok gondolom, hogy ha szunyogálni akarnék, ebbe az meg megkongattam a harangot. Jó, én meg elmegyek aludni. Húztál valamit akart. Rossz kedve van szerintem, mert föl kellett kérni. Lehet, hogy csak el akarsz küldeni a sunyiba. Lehet. Ja nem, a bika. Csíz! Fölvártam. Kényeskedők köcsögön, meg kell nézni, milyen igényei vannak, hogy minél gyorsabban át tudjam lökni a túlvilágra. Még igazából azt láttam, hogy talán kettő vagy három ház van, amit föl kéne majd még építeni. Azt mondjuk kérdésed, jól telt a hétvége is. Ugye szobát festettünk, meg a barátainkkal találkoztunk. Hülye vagyok, hát volt itt azért gyors közös. Persze csak ilyen nagyon limitált létszámmal. Igen, mert tartok el a szabályokat. Hát meg gyakorlatilag a karácsony előtt találkoztunk utoljára velük. Úgyhogy már ránk fért egy kicsit ez a kimozdulás. Stála! Ez be van zárva? Igen. Kópa bevette volna. Lány nem fog, hogy kell neki. Tudod, hogy mire, de kell neki lány nem fog. Megérkeztél a buszhoz. Igen? Hallom. Ó, köszönöm, hogy kapos. Már jelzem egyébként ennyi idő alatt szerintem nem utolsó jutottunk volna. Igen, nézzük most a questeket. Picture frame-et kell majd csinálnunk. Megint meg kell nézni, hogy az mi kell. Ezeket nem jegyzeteljük le? Megint írjam. Megteszed? Persze. Csak tudjunk haladni. Parancsolj. Na, mit kell hozni? Várjál, picture frame... Okay. Üveg talán azt kell hozzám. Ja, csak most érkeztem meg a fontos helyre. Meg jön, nem lát semmi. Nincsen semmi a vízben, amiért le lehetne effektív menni. Ez tök fura eddig volt. Na, akkor viszont... Na nézzük meg, mi kell a kerethez. Ez kinek kellett elérni? A békának. Jó, ektoplazma kell, meg üveg.
Az üveget nem ezért be tudod csinálni? A kohóban? De a kohóban, csak battleből. Battleből, aha. Jó, tehát az üveget el tudom készíteni. Jó, ezen kívül... Na akkor megvan az Atulnak. Astridnak tudsz berakni TV-t, szerintem ahhoz is megvan majdnem minden. Lesz majd az is, verje. Jó. Beszélnem kell Bruce-ival és Mickey-vel. Mikey-vel. Ez valami másik küldetés. They say the one place to live in, but this feels a little bit too much. Oké. Okay. Gustavnak kell egy Surf and Turf a Woodworkerbe, meg egy Smithy. Gondolom a Smithy az előbb meg kell csinálnom. Ahhoz mi kell? Viszont ilyet már csinálni. Csináljuk, hogy mondom. Igen, mert akkor ebben tudom már márványt létrehozni. Az jó. És ez tök jó. Tök jó. Jó. És... Smithyhez előbb a Terrorize asztalt kell fejleszteni. Copperingot, hogy csak akkor viszont tudok én chicken coop-ot csinálni. Te beszélj az, aki. Mit akarsz? Azt hittem erősebb vagyok ennél, de nyilván nem van tévedtem. Nem tudom ezt tudom tolerálni. Vannak még tőle. Mindenhol követ lesz. Persze, és tudom, hogy azt mondjuk folyamatosan. Minden van, hogy hazugság. Mire jöttél rá? Megcsalálj meg? Van meg. Tudtam, tudtam. Köszönöm, hogy elmondtad az igazat, macski. Melengeti a szívemet, hogy nem volt már megbízhatok, most kérlek. Tudom, mit kérdem, mert nem akarom látni az arcát tőle. Mutasd el a hát. Ez a hajam. Öleld meg. Megadjál neki kaját. Na, egy év volna, amit ott tudjuk, kedvéért. Tehát ez fine dining volt, nem? Na, akkor én beszorod akkor. Veled nem beszélem. Pedig kéne. Nem akarok. Nagyon régóta próbálom a beszélni. De az egy barom. És? Hol van Astrid? Vagy nem Astrid, hanem a másik. Atul. Ha felmegyek, akkor kell megkezdeni a kezdve. Mi van? Erről beszélek. Azt adok, hogy... Szeretnek neked valami rendes nevet. Nekik mit mondasz? Fantom törzsbe. Jó. Giovannival kéne beszélni. Igen, nem Astrid, hanem Giovannival. De ő hol lehet? Kint lehet ugye, most az randizik. Igen, majd azt tudok megtalálni, vagy a Giovannival megtalálni. De ő kint van a Oxbury-ben. Jaj, nem jött vissza közben? Nem, hát ő randizik. Nem tudtam, hogy ezt egyre következetesen közöre járték. Jó, menjünk erre. Akkor nem mész vissza a Giovanni? Vissza fogok majd menni érte, de az lesz majd gyors utazási képességem, és meg közben felfedezem a placot. Várjál már közben. Te jó fiírt, hogy kivel mondtad, Zoli, hogy nem tudod még, hogy ezután mit fogtok végigjátszani, nekem lenne egy ötletem. Night in the Woods, a játék neve, jelenleg le van árazva a Steamen, és magam is már szemezek vele egy ideje, de valahogy nem jutottam még oda. Sok jót írnak róla. Hallottam én is a Night in the Woods-ról. Felírjam? Aha, kérlek.
aztán ránézünk valamikor. És elvileg halkak vagyunk. Halkak vagyunk? Mondjuk én lehet, hogy egy kicsit erőtlenül beszélek, kicsit fáradt vagyok a hétvégén meg a mai festegetéstől. De mindjárt megpróbálunk állítani valamit. Ilyet lehet csinálni. Igen. Meg megpróbálom egy picit összeszedni magam, elnézéseteket kérem. Beszélj egy kicsit érthetőbben. Ne dűnjögjél meg. Üvöltsek például? Nem. Csak ne dűnjön. Felírom. Úgy beszélj, mint ahogyan hozzám szoktál, amikor nem hozom időben a kaját. Szerintem az senkinek nem tenne jót a nézés szempontból. Hát én de vicc. Köszi! Boom headshot! Boom headshot! Várjál, milyen dumák lesznek. Köszi egyébként ezeket a játéktippeket, felírogatom, aztán majd rá lesz. Jó, ha tovább állsz, de találkozom valakivel, aki határozottan nem tudom. Nem állsz az arcom, hogy tegyél fel kérdéseket, akkor vagy. Ezek a dumák. De ráadásul nem is fogok rá válaszolni. Teljesen random generált szövegük. Ez prosti? Lehet. Nagyon komoly. Ezt a sok hülyeséget azt. Most fönt végig szánkáztam, de... Kérdés Griffontól, hogy ez a nevetős sound alert, az kikerült? Igen, nem tudok mindent bent tartani, hiszem 6 hang maradhat bent egyidejűleg, és így cserélgetem az alapján, hogy látom a stadból, miket használtok a legtöbbet, és az azt hiszem 4. vagy 5. volt, és a alsó 3-at kiszedtem, és az köztük volt. Raccoon Alliance. Obolja. Ne vegyél. De most én fejleszteni akarom. Hát ez nem fog kelleni. Vételi igazolás tehénről. Korokháj az honnan volt, amúgy linket tudunk-e küldeni? Ezt megbeszom. Hallottam. Ugye a korokháj honnan volt? Ugyanonnan, tehát ahol ezeket a hangokat beszoktam állítani, ott az egyik ilyen lehetőség. Ez a korokháj. Szégyelhetnétek magatokat a zenei tudatlanságotokért. A legjobb dal a világban az őszintén. Ez nem kics. Harc. Ez hazugság. A szerelmesek mítosza a legjobb dal. És ráadásul technikailag is sokkal érdekesebb. Nem értesz a zenéhez. Köcsök. Nincs ízlésetek, nem tudtok semmit. Rendezd el ezt a dolgot. Ezek az ostoba idióták. Azt mondják, hogy az ősz vége és a szerelmesek mítoszokat két külön beszélt a... Szóval csak kicsik az. Segíts be, üzletem ezeket, akkor miért tévednek. Tudsz gitározni? Persze, hogy tudsz. Hát, látod azok az újat, látszik az újat. Akkor ez mint egy hegy. Közben Nobika írta, hogy a tehéntiket kell a tehénkarámhoz, tejet ad a tyúktól. Tyúkról nem szükséges, csak ha nem akarsz állandóan tojást venni.
Egyébként nem is kell tojás, majd re... Hát csak, hogy megkeljen vissza. Jó, kérde, hát, de azt tudod még egy csomó mindennel fejleszteni majd. Nekem már vissza jönni. A Nordweiler, Nordweiler járustól kell megszereznem majd a dalt. Szerintem majd eljátszom. Ó, ez az. Hülyét kapok. Oh. Ja, akkor ezt nem is kell venni. Jó. Megvan a proof of purchase. Hello, sikamlus. Szerintem minden szart összeszedtem most már kell. Nagy eséllyel, igen. Én vagyok a gyík kire. Aki összeírta ezeket a baromságokat, nem tudom. Valószínűleg egy ilyen jó kedvű estéjük volt, aztán összeírtak mindenféle hülyeséget. Kíváncsi vagyok, hogy ki tudok-e fogni valami komolyat. Kutlefis. Meg majd a növénykéjét is tápolni kéne. Hm? Meg kaját se csináltál már jó ideje. Igaz. Valami egzotikus kaját kéne összerakni. Hát olajjal tedd össze ezt a cuccot, és akkor az lehet, hogy egy ilyen spéci sütés fog csinálni. Na lássuk. Olaj. Más nem tudsz olajjal párolni? De, sok mindent. De most első körben ezzel próbálkozunk. Majd megrázom, hogy olaj a krumplifát, aztán meglátjuk, hogy mi lesz abból. Leesik-e róla van. Nézzük meg, hogy tudunk, hogy szükséges építenünk esetleg valamit. Copperingot, és akkor chicken coopot még csinálhatnánk. Mi gondolsz? Ezt nem voltam még. Semmi nincs. Hol van itt a bejár? Itt van.
Fú, kezdek elveszni. Igen, egy kicsit összetett lett az egész projekt. Ja igen, a papírra fog kellene írni a upgrade-öket is, hogy ezt mi kell. Esetleg. Jó, igen. Meg üveget csináljál majd a... Igen, jó is, hogy mondod. Mert akkor az Astridnak is tudsz CV-t csinálni, szerintem. Hello Max program. Csáva, sziaszta. Aha, itt vannak a cuccok. Teszek be szén. Szén. Kész. Schnitzel? Csak nem rántott húst csináltam meg. Jaj, de jó. Csináltam rántott húst. Mit? Rákot. Ez a rohadt ilyen luxus kaja. Meg fogom nézni a Wiener Schnitzel, az luxus kajának minősül ebből a világban. Ja, hogy a Giovanni megeszi-e? Aha. Egyúttal szétnézek itt. Nem, meg tudnám, csak ezt az üveget kéne valahogyan laposra tennem, és akkor meg lenne. Látod? Tehát üveglap kell hozzá, nem elég az üveg. Uh-huh. És azt melyikbe tudod csinálni? Na, hát ez egy kurva jó kérdés. Lehet, hogy azt a zúzóba kéne beraknom? Nem hiszem. Nem valószínű, mi? Gondolom, hogy valami prés, vagy valamilyen nyomó alkalmatosság kéne hozzá. Nem tudom, mennyire így épül fel a játék, hogy most ránézek, nem? Mindig van egy ilyen pár perc, ami a kajának van szentelve a stream. Na, több komolyság. Jó. Induljunk el a hajóval. Smithyben készülnek az öntvénylapok, így az üveglap is. Tehát akkor kell, akkor ezért, ez lesz érdekes a Smithy. Ez itt mi a különbség kettő között? Várjál, itt van. Pulzár. Pulzársugarak. Ez egy meteor. Eleve nem is tudtam, hogy van különbség a kettő között. Mindegy, menjünk ide. Menjünk. Na, hol vagy, Giovanni? Valaki azt mondta Tipnek, hogy Giovanni most már a erkélyen vereti. Majd ott lesz, de szerintem az még elkészül mindig bulvaron. Szia Mihály, meg mindenkinek szia, aki mostanában kapcsolódott be. Olaj, és csináljunk kagylót. Szerintem inkább azt a tinta halat, hogy mi az. Mennyi receptet kellett, hogy összerakjanak el ez a játékhoz, gondolj bele. Kerti lócen, szúnyogkál, Giovanni. Jaj, tényleg? Csak úgy beleolvadt a kanapéba. Igen, mert ki lehet kurva a házból. Jaj, valamit akar már nagyon a gusztó. Mit akarsz? Éhes. Vigyál kávét. Giovanni, ébresztő, megyünk a túlvilágra. Na, te meg mit akarsz? Akkor is akarom. Ez a gomba. Ami hiányzik innen. Dekoráció. Kell valami. Egy kincs. Valami, ami csillog és értékes. Egy csocske. Talán. Bár. Egy ajándék. Pécnek se. Ez egy ilyen csillag.
Utálja a gyümölcsöt. Hagyjál egy kis sült halat a kokkot. Mit adjak neki? Valami fényes dolgot. Dice boys, finihetekkor. Oké, ezt tudom akarja. Van fényes. Mit adottad az izének? Hajnál. Jó, hogy összeszedtem annak. Ja, ez a csocska, ez a kacat. Például a régi bakancs, meg hasonló. Jó, akkor majd találtunk valamit, akkor ezt majd oda sózzuk neki. Na, menjünk ki. Munchly. Azon gondolkodom, lehet kávét kéne szereznem. Miért? Mert nem vagyok valami fit. Na, miért mondasz? Mit mondhatni? Állandóan látom ezt a lányt, az alapok keresztül nézni. De ismer? Ura. Nem, itt volt, itt a parkban, nem ment élni. És egyike vagyok a sok rangerben. Azt akartam, hogy tud. Ez a fák betegek. Itt kakul, gyönt ki őket. Elvárnak őket. Már a saját szépen csapatom. Szóval akartam, hogy figyelmedek a parkban, és tisztel a parkot. Lehet, hogy teszek egy közszolgálatot, hogy aki akarta vágatni a fákat. Na majd most kiderül, hogy tényleg ki akarta vágatni a fákat. Kriszi, hogy Németországban még egy munkatársa megfelelő mennyiségű sör elfogyasztása után azt állította, hogy tud így utazni kábeleken. Nem merek nevetni rajta, mert nem tudom, mi volt elég. Egy. Fiam. Hát igen, van az az italmennyiség, ami után egyrészt teleportálni tud az ember, másfelől meg minden olyan megoldhatónak tűnik. Ja, ő nem akceptálta, hogy én kivágtam a park minden fáját? Nem sikerült neki, de él még. Talált be Eriket a... Azt már felszedtem. Igen, akkor mit örülött magának? Nem. Na, föl kéne jutnom oda a tetőre. És akkor be tudnám húzni azt a pontot. Mr. Pszichó írt, hogy ha... Na, mindjárt, összeszedem magam. Ha a Spiritfire végére értek, tudom ajánlani az Uncertain Last Quiet Day nevű játékot, ami point and click és nem is túl hosszú, 3 óra. A történet egy része röviden, nem spoiler, mert leírásból Steamen ezt lehet tudni. Ki az az emberiség és robotok uralkodnak, ergo ki kell deríteni, mi is történhetett. Vagy ha netán van ötlet, akkor... Ja, jó, értem a mondat végét, bocsánat, csak elkezdtem felolvasni, aztán menet közben értelmeztem. Figyelj, ránézünk, felírom ezt is, és akkor majd kitaláljuk. De hülye, én rájöttem most már, hogyan lehet ezt rendesen irányítani. Ezt a kábelen siklást. Várj, de hát itt föl tudnék ugrani.
erről tudsz átmenni a másik kábelre, és gondolom arról tudsz majd akkor a rendetet venni. Aha. Új, fancy váza! Na, azt oda tudod adni a gombát. A gombának oda tudom adni, igen. És most az a nagy kérdés, hogy innen, hogyha leugrok, akkor oda tudok-e siklani a másik tetőre. Mihály, szerintem ezt nem ismerjük ezt a játékot. Star Trek Voyager-ben mondta a kapitány Csai, hogy nem kell neki még egy kávé, mert teret vált. No, itt begyűjtöttünk szerintem mindent, amit kellhet, de azért már megnézem, hogy hogy néz ki a szigetnek a leírása. Készen. Még mindjárt. Szépen kezdtük fel. Hát sose fogunk ennek a játéknak a végére érni szerintem. Ugye a térkép nagy része, az már így alakul. Ez mi lehet? Irina. Merjen? Induljunk el valamerre. Menjünk ide. És akkor megyek a kaját kivesszük. Mondjuk az nem hangzik rosszul. Figyelj, én nem fogok halrudat csinálni, akkor ott van fenn a rendes hal. Hello, Team Siberia eSports. Ciao. Menő nép. Szellembogár lakótársa elnevezte Jakob. Kire. Szuper képesség. Talán egy napig elszakított. Ennyi. Egy fél szoba. Jó van. Ja, igen, Giovannival kéne beszélnem. Hol vagy Giovanni? Azt láttam, de szarok rá, mert ez egy beképzett pöcs. Nem érdekelsz? Hol vagy, Giovanni? Ott. Egyél valamit. Olyan jól mentek pedig a dolgok, nem ezt értem. Rossz a motor. Most mi lesz kezdve? Mennem kell, azt hiszem, de hova? A túl munkahelyé vagy workshopjába? Nem gondolom. Találkozunk, mi van? Retrográd. Á, Istenem. Várjak, amíg azt itt készen elbeszélni van. Lehet, hogy most fog úgy dönteni, hogy inkább lelép? Lehet. Nem lenne rossz. Mi kellett az improved framehez? Üveg. Meg ektoplazma talán. Ektoplazmát honnan szerzünk? Valami kísértettől szerintem, hogyha a szellemírtókból köszönjük. Igen, én is erre gondoltam, de ez így bővebben. Te mit akarsz?
Á, majd a gomba gyerek fog megismertetni elvileg a szellemfogócska eventel. Jaj, a Ghost Beetle. Tetszik neki a házal minden, de üres, nincs benne semmi. De nem tudja, hogy mi kell, bele nem vagyunk belső építész. Valami által, mint drága és hangos. Kurva anyját. Jó fej. Ha? Hogy van? Jó. Na ez most hogy van? Godzilla szerintetek jobb lesz-e, mint a Godzilla, kérdezte Skorpió. Hát... vannak kétségeim. Nekem a King Kong nagyon tetszett, viszont a Godzilla azért nem annyira. Az a helyzet. Úgyhogy nem tudom, igazából, hogyha fele olyan jó lesz, mint a King Kong volt, akkor még ez kb. Jónak is mondható. Bár megmondom őszintén, most ugye a Patreonra már kikerült a Monster Hunter World-ot, megnéztük, és meglepő tapasztalat volt egyébként. De nem mondok többet róla, mert majd kijön úgyis a cikk, aztán majd abban bővebben benne vannak a dolgok. Hogy hogy tetszett nekünk. Tök jó, hogy bányászol konténerekbe. Ha? Ne olyan legyen, mint a Batman versus Superman. Hát igen, azt én hoztam. A Zoli vele megnézette a rendezői változatot. 3,5 órás volt az a film? Tévedésből. Ahhoz is ott akartam megmutatni, mert franc akarta azt végigszenvedni, de tényleg nézzük a filmet, és így tudtam, hogy nem jó a film, csak úgy voltam vele, na hát akkor most majd Adri is meg tudja, milyen magyarok istene. És így nézem a filmet, tehát ez nem volt ilyen hosszú. Az a film, az úristen, az valami szörnyen hosszú volt. Mit kell kiállnod itt mellettem, hogy ömlesztem rád a kultúrát, tényleg nem sajnálok semmit, se az idő, se az energia. És így azt kapom az ívben, hogy mert én mindig csak szivatlak, mert én mindig csak... Na majd jön csak a Snyder-t, hú, imádni fogod mi. Hú, bazdmeg. Az sose lesz vége annak a film. Az annak nem. De arról majd csinálsz bemutatót, remélem. Snyder Cut-ra? Uh-huh. Hát... megszavaztassam? Komédiás örülni fog, hogy szavazunk. Szavazunk. Szerintem mindent összeszedtem, amit fel... Valószínűleg igen. Meg azt is, hogy nem. Bazd meg! Merre kell itt menni? Hogy lehet innen kijutni? Merjem? Jó, nem arra. Viszont ki kéne találni, hogy lehet innen kijutni?
Ez van egy érdekes hasadék. Vigyél ki! Édes vagy, de visz le. Anyád. Hát, hogy frankon, hogy lehetnek ki? Nem, mert hogy ezt nem tudsz normálisabban ugrálni. Merről, arról jöttél. Ha? Pattogásra írja Nobika, hogy mindig erőt gyűjtesz, ha közvetlenül pattogás előtt nyomsz ugrást, ezáltal egyre magasabbra pattanva. Oda fel kell. Nem, te kurva anyát. Ó, micsoda halak. De arra volt még egy út. Oh, tényleg. Hiddleston nagyon jó. Apropó, láttátok az Éjszakai Szolgálat című sorozatot vele? Nagyon jó volt az is, ezért bízom a Lokiban is. Ha úgy legyen. Nem néztük meg azt a sorozatot, de emlékszem. Az nem a Hugh Laurie is cucc volt. Ennyire már nem rémlik. Jó, hát erre se tudsz mondani. Ott az ajtó. Ja, az volt az ajtó. Jó van. Jó dalvis, igen. Arról jókat hallottam. Tehát majd valamikor tehetünk a lejtóba. Hogy nincs egy ilyen, hogy automatikusan vissza tudsz menni a hajóhoz. Az mondjuk nem ártana. Ugye visszatolok, csak ezzel előbb meg kell találnom a csomagokat. Nobi kérte, hogy ez megvan, hogy egyre több a csillagkép az égen, mint a hány lelket lepasszoltatok már? Nem. De ezek szerint... ennek van utalás? Hogy berendezte a szobáját már gomba. Milyen menő peccója lesz mi? Milyen rendet fogunk kezdeni? Jó, kezdjük. Hát ez az a szellemes téma. Aha, az lesz az ektoplazmás téma. Aha, ott az ektoplazma! Hogy fut az ektoplazma, figyelj! Mennyi ektoplazma? Hát ez nagyon beteg. Ide, ide. Ide, gyere. Jó. Oh. A Ghost Beetle-lel fel kéne fedeznem valami árnyakat itt a hajón. Ami nagyon frusztrálja a gombánk. Most látom a gomba, hogy néz ki, ez nagyon hülye. Ha meg a legyen, hát ha tudjuk. Na figyelj, mihez kellett nekünk az ektoplazma? A Atulnak a keretéhez. Meg oda még üveg is kell. Ahhoz meg ugye azt a kovács műhelyet, hogy mi az az. Mi az? Smithy, mi az? Magyarul. Várjál, itt a picture frame, ezt meg tudjuk most csinálni. Akkor csinál meg. Kész.
Atul. Na, akkor Atulnak nagyjából minden megvan, az azt jelenti, hogy ő lesz az első, akit ma átlökhet szerintem. A békát. Ja. Kikúrom a túlvilágra. Üveglap. Aha, azt vinnek a tévéhez kellett az üveglap. Jó. Igen, igen, igen. Mi legyen? Mi most vízszintet fogunk ültetni. Ilyet. Még egy kis vízszintet. Az nem baj, ha van. És... A zöldséget nem is termeszted? Nem. Nem hiszek a zöldségfogyasztásban. De ő hisz benned. A zöldségfogyasztás olyan. Mit csináljunk? Figyelj már egyébként, hogy nagyjából kezdünk eljutni a térképnek a szélére. Tehát nagyjából úgy... Nem hiszem, hogy idáig fog tartani a térkép, szerintem valahol itt ezen a tájékon így véget fog érni. Lássuk, hogy állunk. Csak hogy hova kell majd menni. Atulnak mi kell még? Majd beszélnem kell Atulnal, sőt... Sőt, szerintem akkor mennyi Atulhoz? Astriddal kéne beszélnem, meg Atulnal kéne beszélnem. Elindítottam a hajót szerintem valami feladatra. Ne feladatra, mert hogyha el tudod vinni az Atult, akkor egy buszhoz menjél inkább. Akkor megyek Atulhoz, jó? Megkérdezem, mi van. De az igazság szerintem, hogy már éppen nem van, hogy alszik. Mi lehet ezekkel? Ébresztő. Lent van a házik hója Atulnak. Ez egy kevés kaja van, ez annyira depressz. Depresszív ez. Jó, az elég. Jó. Keresel Atulnak, lent van a ház, ez a kék. Igen, de mindenki alszik. Nagyon. De most kell fel a nap, nem? Akkor konverzd meg a harangot. Hogy tudtam behozni a... A napszakot jelző. Az nem csak néha mutatja, hogy milyen helyzet. Van egy kincses térképen, azt mondhatja, hogy 85 és a 165-ös. 85, 165, azt nézzük már, hogy hogy jelenünk. Azt mondtam, hogy néztem volna. 85. Másik. Nem lehet pozitíva kell lennem. 85. 165. Ide kéne jutnom. Jó, gyors utazni fogunk, elmegyünk oda a kis buszhoz, és elmegyünk a Maricóhoz hozzá. Jó. Jó kedved van? Csak addigra lehet, hogy tudsz beszélni Atullal. Ja, addig elintézem Atullot, hol van ez a szar. Itt van a kis busz. Pattincs ki. Na, hol vagy Atull? Atulnak még kicsit odébb van a túlvilág, ha jól emlékszem. Aj, ilyen sokáig lesz itt. Na, akkor viszont Astridot fogom el a túlvilágra. Napszak plusz úti cél progressz az billentyű Z-vel. Kontrolleren passz. Hol amelyik? Amelyik gomba előtt hozni? Á, hozott nekem valami ajándékot. Ó, régi festmény. Valami abétos szar. Hol van ez a gyorsatozó? Közben Atul felkelt. Kint is. Hol vagy Atul? Egy nagy vacsorát akart tartani. Mi kell ehhez neked? Hívják meg mindenkit ebédbe. És ha nem... Mit a parasztság egyébként már, hogy... Ő akar vacsorát adni. Ja, és én hívja meg a vendégeket. Giovanni előbb megy át, mint az, hogy Atul most adja a köztet, azután vége az ő útján. Akkor viszont lehet, hogy mind a kettőt át tudjuk lökni a bús francba. Na hajrá! Akkor Astridot is átlököm. Nem, Atult lököm át, meg Giovannit. Nem,
Astrid. Vagy nem, igazad van, és fejtettem, hogy Giovanni előbb. Kicsit lassú az agyam. Mi van veled, Adri? Elfáradtam. Egész nap dolgozom. Én mit csináltam? Nem tudom, te el is kell beszélni. Ne. Mindenki tőled akar valami. Tudom, de valamit akar az attól is. Ja, most látja. Spice up your life. Spice yours. Nem tudom, hogy olyan fájót így látnom. Nem tudom, ez van. Ügyészkedtem. Köszönöm, hogy tisztelt. Az most egy kis időre van szükség. Need to be alone by myself, I think. Magam kell, hogy miért van a dolgot. Kösz, Mácski. Kösz, hogy itt voltál. Na, és te paraszt? Én. Most arra biztos észrevetted. De... nem vagyok túl kívánatos, hogy én mostanában azt kihez. Nem ez egy hibám, hogy én ellenállhatatlan. Hölgyek szerettek legalább, hogy lehet ezzel tenni. Adjam őket magukra. Ez annyira szívtelen lenne. Oké, oké. Nem kell így nézni. Vettem. Bozza, te is ugyanezt tettem volna. Oké, talán nem pontosan. De... Tudom. Tudod mit? Az ő veszteség. Én nem tudom csúszni, mászni. Én felülállok ezen a viselkedés. És ezt tettem, szóval hogy a félben csak. Kéne egy helyet, ahol elhéderelhet. Akkor kell neki ház. You know what? Egy lounge. Jó lenne. Egy funky hely. Egy átmenet a bár és a szállás között. Ahol lehet a szívre kőzni és aludni. Jól van, csinálok neki mindjárt. Jó, de hogy tudom meghívni ezeket? Csak egyszerűen el. Nem tudom, hogy ezeket az embereket egyébként meghívni. Kell neki egy séf, hát ez hülye. Szuséf. Itt találtam. Ó! A fűrészmalomnak az upgrade-je. Reméljük az azt jelenti, hogy ott már nem neked kell egy folytában minden fát elfér. Ja, hogy legyen? Mi csináljunk most? Hát most... Questeket kéne nézni, nem? Ja. Ja, most mindenkitől az összedet, hogy mit akar enni. És mindet meg kell csinálnod. Tunatatakit kell csinálnom, french fries-t, meg... bujabaszt. Meg lunch-ot kell építenem. És ezeket a recepteket, hogyha megnézed, hogy mikből kell összerakni, akkor csak meg kell csinálnod. Igen. Elsupik el a lunchhoz. Ja, upgrade-ek csak a termelés duplázak. Ah. Astrid valamit akar megint. Mindenki most, gondolom ő is leadja a kaja rendelését. Nem kellett volna nekem egyébként már egy ilyen
Foundry-t felhúznom. De van. Az ez az van nekem? Ez az. Az a Foundry? Szerintem. Ja igen, az az. Hát tényleg az az. Jó, nézzük, hogy a szóvilat azt tudom akkor fejleszteni. Elvileg igen. Feloszlott a Daft Punk. Wow. Ezt lehet tudni, hogy miért? Kreatív elsőt. Nem bírták az összezártságot, vagy a maszkviselést. Túl, mert hirtelen nem vettek külön, elvesztették a különlegességüket azzal, hogy mindenki maszkot kezdett hordani. Gonosz vagyok. Hát ez gáz, ez szomorú. Mi lesz így velünk Around the World slágerek nélkül? A világ megérett a pusztulást. Azért voltak nekik jó zenék. Legalábbis jó is voltam, hogy ilyen hűde nagy Daft Punkos, de a Tronnak a zenéi azok például nagyon jók voltak, amiket ők csináltak hozzá. Szerintem. Mert néha ugye elkap az a hangulat, akkor az jó. Na, alumínium ingot most már van. Így most már fel tudom fejleszteni a szómiat. Ami... hol volt? De tudjátok, hogy csak gonoszkodom. Nyilván senkinek se jó, hogy felosztik a Daft Punk. Főleg a Daft Punknak mondom. Milyen bölcseket tudsz mondani? Jó, és... Na, akkor nézd meg a recepteket. Na, recept. Mi kell? Hát nem tudom, mert nem tudtam felírni olyan gyorsan, ahogy te szeretted volna. Na, tehát kell a tataki. Kell a french fries. Meg a bujjaba is, vagy mi a fasz. Na, figyelj, hát a tuna tataki az valami tonhalas. Ott van. Abba mi kell bele? Hal meg... zöldség. Hal meg valami zöldség. Vagy gomba. De lehet, hogy ilyen nem van is, nem? Hát, lehet. Bár ilyen névvel még szerintem nem. Nézd. Nézzük már meg egyébként, hogy nekem van ilyen cucca. Ott van. Ott van. Van. Akkor ezt kipipáljátjuk, ezt le tudjuk adni a hülye gyereknek. Sült krumpli. French fries. Az olaj meg krumpli kell akkor. Szerintem, amit mi nem csináltam. Igen, azért mondom, hogy szerintem csak meg tudod csinálni nélkül. Igen. Meg az a tuna tataki. Tuna tataki? Az meg valami tonhal, valami cuccal. Tonhalad van egyáltalán? Fogtál már ki? Micsodát? Tonhalat. Ott van. Az. Tuna tataki. Tunát kell hozzászednem, meg gondolom tatakit. Mármint egy zöldséget. Ja. És mi kell a sült krumplihoz? Na vajon mi kell a sült krumplihoz? Szerintem tej, meg hagyma esélyes. Igen? Aha. Potétó kell, meg zsír. Zsír kell, nem olaj, zsír kell. Na baszki. A potétom valahonnan van, ha jól látom. Hát akkor szerzem. De zsírt honnan a szarból szerzem? Nem lehet az egyik mosómedvénél venni. De lehet, hogy Nobika lehet tudni fogni. Ja, mindjárt besegítenek. Elmegyek Astridnak le, vagy az izének leadom a tunatatakit. Nem a tunatatakit, hanem a... Egyébként a Mr. Psyó, szerintem értem a logikáját annak, amit írsz, hogy esetleg ezért rosszolnak fel, bár szerintem nem tudom, hogy ez megelőzi egyébként azt, hogy kirúgják-e őket. Meg igazából a kiadó, hogyha megszünteti a kapcsolatot, akkor a hiába vannak a piacon a lemezeik. Kategória név. Szotyit kell zúzni és lesz étolaj.
De nem olaj kell, hanem zsír. De azt írja, hogy ez csak kategória név. Rész kategória név? Hát próbáljuk ki akkor. Ha viszont csak kategória név, akkor lehet, hogy annál... Próbáld ki. El is nekem validnak írta. Olajad van, meg krumplid is van. Elhasználtad az olajat? Az olajat elhasználtam. Hát akkor sajtolj egy kis olajat. De nincs krumplim, he. Meg azt jelezte, úgy vettem észre, mintha azt jelezné, mintha lenne, de nekem nincs krumplim. A zöldségek között nézted már a halak helyet? Igen, mert a halaknál nem sűrűn van krumpli. Az nem hal? Nem. Nem tudsz ültetni? Mit, krumpli fát? Igen. Nincs a magok között krumpli. Az nem az. Potétó szíven van, ha? Na, hát akkor ültessék, ültessék, az is lesz. Na, remélem, hogy a krumpli bokor hamarosan megjelenik. És... retket ültetek még. Ez az. Egy jó kis fincsi retek. Astrid akar veled beszélni. Mit akarsz, Astrid? Ha nem a túlvilágra akarsz átvándorolni, akkor... akkor nem érdekel. Akkor nem érdekel. Mert bolondnak érzem magam, olyan naív voltam. Miért hittem, hogy meg tud változni? Szia, drogból. Ez a hazutós hűtlen szemét lát. És te? Hogy tudtad ezt megtenni be? Miért érezted szükséget, hogy elmondd nekem az igazat? Nem gondolod, hogy néhány dolog jobb, hogyha kimondatlan marad? Néhány, hogy nem érdemleg néhány titok, hogy kimondatlan maradjon. Majd dühös vagyok. Egy nagyon jobb lét. Gondolom, elhiszem, hogy úgy hiszed, hogy jól cselekedtél, de a dolgok nem ennyire egyszerű. Mindenre a te hibád lesz, hogy Giovanni nem bír a vérével. Ja. Szusi, majd kis időre egyedül. Viszlát, Stella. És ezért hívtál ide? De jó kedve van, látod? Szeret szenvedni. Ja, ő ilyen csendben szenvedő típus. Hát, amíg csendben szenvedne, de nem, mert ezt muszáj neki elmondani mindig. Nézzük meg, hogy annak a hülye gyerek ráknak tudunk-e valamit berakni ide. Rák? Nem, bika. Most azért nézem. Túl micsoda hangrendszere lesz. Mi kell hozzá? Üveg? Üveglap. De az kéne egyébként a izéknek a Gellepárnak a házába, meg egy breath sheet. Valamilyen prést kell szerezni. Ezt mondták is egyébként, hogy már későbbiekben lesz rá lehetőség. Meg a Giovanninak kell lounge-ot csinálnod, azt nézd meg, jogos, hogy mi kell ahhoz. Hol van itt a lounge? Vagy lehet, házak, hogy az is... házak között nézed. Az is egyedi lesz, mennyi lejjebb? Az. Nem, Stanley. Szerintem bővítenem kell majd a... Ja. Mondjuk elférsz még, mert fönt van még egy csomó hely. Ja. Nem a hajót kell bővítenem, hanem a tervrajzos lószaromat. Szerintem, hogy ott megjelenjen. Visszamegyek Cápalihoz. Á, kurva anyja. A lounge-a jobb szélső tabon van. Én jobb szélső tab. Nincs is jobb szélső tab. Az. Tényleg ott van, baszki. Azt hiszem, hogy csak ilyen hülyeségek vannak itt. Na de várja, mi kell itt hozzá? Esplank, ez meg mind cinkingot van neked, nem? Van cinked is. Akkor csináljál még hozzá, és akkor legalább azzal is beljebb leszel. Köszönjük a segítséget. Nagyon szépen köszönjük. Egyébként rettentő hálásak vagyunk az égvilágon. Így kicsit olyan, hogy közösen játszunk. Zoli csak a kéz, ti meg a fej vagytok. Igen. Szia Ricsi. Szia Ricsi, örülök, hogy itt vagy. Smülkék. Sokért nem adnám, hogyha az egész bandát át tudnám tolni a túlvilágra. Na és akkor megyek cinket. Hegeszteni, vagy mi a szart.
Fasz, itt van. Jó sok cinkem van. Cinke, picinke. Aó. Nyomd le. Azért jó, hogy ilyen jó sok nyersanyagot szedte össze. Ja. Teszek be még egy palackot. Mi a... Látod, hogy milyen szűk helyre kell betennem? Uh-huh. Igen, látom. Ez kicsit furán hangzott az összes. A mutatóról. Tudom. Na, megvan a cinkingot. Remélem, hogy ez elég lesz. Akkor megcsináljuk a lounge-ot, és akkor a Giovanni. Tök jó, hogy azért csinálom meg ezt a rohadt lounge-ot, hogy... Bazd meg, mi kell cink. Hogy Giovanninak legyen még 5 perce valahol majomkodni, aztán át... paterolom a túlvilágra. Pedig 5 biztos. Van személyiség. Igen, amúgy jó fel. Így. Meg kurva aranyosan van meg animálva. Igen. Gondra emlékeztem. Nem, azért nem vagyok ennyire. Nem, a gesztikulációi. Meg a mimikája. Azt nem tudom mondani. Jó, hát ilyen karikatúrába elmegy. Téged egy karikatúrára emlékeztetlek? Nem, a Giovanni. Ez egyszerűen egy tipikusan stream kompatibilis játék, ez egy húzamosabb ideig el vagy, csinálgatsz mindenféle fasságot, ebbe bele tud, bizonyos bértébe bele tud vonulni, szerintem tök sok mindenki. Szerintem ez faszal. Meg ez egy ilyen chillezős dolog igazából. Azt használni fogod? Ja, nem oda felemelt a majom. Na. Most van az, hogy... Szerintem pont a határértéken sikerült ezt megnyitnom. Mármint minek a határértéken? Tehát, hogy amikor még sötét volt, de pont akkor nyitottam rá, amikor átváltott. Jó. Ez a, hát ettől a zenétől lemész zenbe, megtalad a szívcsokrát. Mert csak a... Krumplit akkor ültettél, krumplit azt ültett, locsolni nem kéne, de... Há? De, hát ott van. Ja. Milyen lehet, hogy ez a locsolni? Hát, ilyen ritka fajta. Nálunk ilyenek nincsenek, mi? Az IKEA-s műnövényt nem kell locsolni. Nem, ezért kell műnövényt venni. Érzétek meg, műnövénnyel nincsen gond. Ja. Amikor a levegőt nem nagyon segíti. Mi minek kéne a levegőt segíteni? Hát tisztítani a levegőt. Én le tudok zuhanyozni a levegő, miért nem tudja kitisztítani. Na, ugye. Ó, üres üveg. Na, ez szerint a Balatonban percezünk. De hogyha tele van víz, akkor ez már nem üres üveg. Tényleg? Tehát valójában igazából teli üveget veszel ki a víz. Na, kivettünk egy skillet, faszom. Jól van, mindjárt meg lesz a french fries, most már csak a... De várjál, tudnatok itt kéne. De azt meg tudod csinálni, szerintem van hozzá egy csomó halat. Igen, mert hogy gyakorlatilag itt arról szó, hogy kategóriákat jelöl a recept, tehát nem konkrét összetevőket. Hát azért a halnál, de... Szerintem van egyébként nyers halad olyan. Tuna? Aha.
látható, ha nézzél szét. Igen. Csak azok kívül mi kellett hozzá? Zöldség. Zöldség? Ott van. Aha, valamilyen zöldség, meg tuna. Aha, megnézem, hogy... Főzzünk. Nincs. Makrélán. Pont tunám nincs. Figyelj, a térképen jelölt valahol halat, az lehet, hogy az? Mert hogy eddig nem jelölt külön a horgászáshoz halfajtát. Most eljöttem ide éppen Cápa bácsihoz. A Tony Montanás ház a kolibri bivaj párosé. Giovanni az csak egy lunge-ot kért. Éhes vagy, van egy hely, ahol jókat tudsz enni. A desszert. Jaj. Ekkora móka, mit híves a, híres a szendvics. Jézus. Szendvics, I'm sure you like. Ez hülye baznak. És hogy örül neki? De mindig egy hülye vicceket süt el egyébként. Kurva nagy forma az öreg. Jó, a cinkingot kellene ide 10 darab, meg szilika powder. Érted? Szia, Porsche pedig. 30 ezer meg tudnám venni a közepes méretű hajót. Hát figyelj, elmész kettő ilyen gyűjtőse, tudod, ilyen medúzás, meg ilyen... 8 cinkingot ott meg még egy esplenket lerakok, akkor fel tudom venni a korábbunkét, és akkor az még gyorsabb a hajó. Mi volt ez? Cinkingot és... nem tudom, egyet. Cinked az van. Cinkingot kell, meg esplenk. Meg pénzt kell még gyűjtened. Uh-huh. Pénz de az azt van. Meg az üstökös cuccokkal tudod. Ja. Mit akar a Gusztáv? Nem tudom, de most próbálom megjegyezni ezt, hogy kell csinálni. Elfelejtem. De ez a kolibri rögteti azt a pikát. De amúgy a kolibri szokott beszélni, nem? Ha? Tehát ő az a kis bunkó. Ő a kolibri játszol, akkor ki a... Mert mindig leszáll az órára és onnan magyarázni. Akkor hon... Mi? De miért kell neki a bika? Hát mert ők gondolom olyanok, mint a Mortal Kombat, de a... Mi a nevük? Akartam mondani. Tudod, amikor van a behemót, meg a kicsi ő a nyakán. Jaj, tudom. Azt vágod egyébként, hogy milyen minimál körülmények között forog a Matrix? Hát... Tehát a... Neil Patrick Harris nyilatkozott, most ő benne lesz, nem tudom mi a fosszél, de mindegy. És azt mondta, hogy például nem használnak fényeket. De természetes fénynél forgatják a Matrixot. Érdekes. Mondjuk, ha utána animációval raknak be mindent, akkor... De akkor mennyi minden lesz akkor abban a filmben? Nem. Érdekes. Kíváncsi leszek nagyon, hogy merre fognak tovább haladni, amióta kihozták, hogy miről is szól pontosan a Matrix. Ja igen, azt tudjátok, nem, hogy a... Most ez mindenféle áthallás nélkül csak egy érdekes volt, amikor megkérdezték a Wachowskiékat, hogy így hogy értékelik, meg hogy állnak hozzá. És akkor mondták, hogy a Matrix trilógia az a transzneműségről szól. És így néztem, hogy így tök érdekes mondjuk nekem utána valahogy... közvetlenül váltottak mind a ketten nemet, nem? Jó, hogy közvetlenül utána lehetett volna egy autóbalesetük is, tehát akkor arról szól, hanem, hogy nem tudom, az okokozati viszony, mert ez hol foglal helyet. A lényeg az, hogy szerintem nem erről szól a Matrix, de nyilván, mivel nem ilyen voltam a kreatív atya az egésznek, így nem tudhatom, hogy mit akart, mire gondolhatott a költő. De nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem erről szólt a Matrix. Nem ezt csugalmaztás. Ez csak azért problémás, mert azért lehetséges, hogy... Hát tök lehet, hogy ezt fogják folytatni. Igen, hogy a negyedik részben. Ezt a gondolatot próbálják majd meg tovább vinni. Ja, majd meglátjuk. Mit szeretné lenni kis gomba? Mit szeretne enni a gomba? Mit teszik a gomba? Te mit teszik a gomba egyébként? Legyet?
ilyen kis izé bár lett neki végül. Tök jól néz ki ez a hely. Kever magának egy koktél. Jó, mit csinálunk most? Megvan minden, igen, akkor most el tudunk menni vissza a bácsival, a cápához. Mm-hmm. Akkor föltesszük a gyorsítót az orra. De várja, van annyi pénzed? Meg 2000 pénzbe kerül. Nem az volt a nehéz, hanem a hozzávalókat kellett még össze. Mm-hmm. Ja, nem. Mm-hmm. Ú, milyen jól néz ki az a pörölj, vagy mi a szar. A Mist Cleaner, ezt kell majd az orra rárakni. Igen, de ahhoz már 2 Speed Flower kell. Mit kezdek, baszk? Na mindegy, köz megvolt. Kurva gyors lesz a hajó. Mihez kellett a 30 ezer? A nagyobb hajóhoz? Igen, a nagyobb felülethez. Akkor viszont ahhoz kezdjünk el pénzt gyűjteni, mit szólsz? Jól van. Hol tudok pénzt gyűjteni? Itt, ugye? Ott a krumpli! Kinőtt a krumpli. Nobika, most azért nem fogom beolvasni az ő sztoriukat, mert nem akarom lelőni a poén Zoli. Hadd legyen meglepetés. Miről van szó? A kolibrinak meg a bikának a életútja. Hogy miért olyanok. Olaj kell. Sokáig készül. Ja, meg tonhalat kéne szerezned. Igen, de honnan? Figyelj a térképre, menjél rá. Igen, mert most ugye medúzákat fogunk gyűjteni. Igen, viszont itt, hogyha valahol jelölt hal. Itt halad, például itt jelöl halad. Igen. De nem tudom, ez milyen hal. Azért néztem egyébként, mert eddig nem jelzett sosem halat. Oké. Okay. De miután feladat, így jön. Megvan a taktika, tehát most elmegyek oda ide. Igen. Tehát itt most pénzt fogok összeszedni, igen. Aztán visszajövök a cápához, ha összejön a Albert bácsi, ha összejött a pénz, megveszem a nagyobb hajótestet. Uh-huh. Utána gyors utazással elmegyünk Tunát szedni. Szedni? Igen, és hogyha igen, learatjuk a Tunát. És hogyha az megvan, akkor elkészítjük a kaját, addig elkészül a sült krumpli, és akkor készen lesz a békának a szar. És közben meglátjuk, hogy ki akar még átmászni a túlvilágra. Jó? Na, ez a kurva nagy ötletem. Mi van? Te nem kint akarod a medúzákat? Te igen, csak nem kezdődött el. Ja. Nem a gombával indultál? Nem, hát a legnagyobb nem vagy ő. Ja, értem, ott a házánál? A őzikének a házánál kell. Ő itt kezdve. Hol volt az a jó kis hosszú rét? Ez volt az, ugye? Van itt egy pár. Ez volt az a szép. Olyan, hogy nekem lenne a farkam, nem? A kurva anyám! Jó, hogy ilyen 35-ös évvel adja a cuccokat? Ó, bakker. Thank you.
Vége? Hát ez ebből kurvár, ezt nagyon nem értem meg. Mert az a... vizés... meteoros az... Ha. Jó. Akkor ezzel meg... Jó, és akkor már csak horgásznak kell. Akkor megyek tunázni. Ne, a fra... Ja, nem. Az volt, hogy össze kellett volna szednem a pénzt, de nem tudtam összeszedni. Igen, de azt még ennyiből nem tudod. Jó, megyünk ide. Viszont közben a French Rice leadom a halnak, a békának. Búza! Lesz kenyér, sarló, kalapácsomat akarsz. Kenyér van, minden van. Ó, tényleg, várj, már kenyeret be tudom vinni a malomba, nem? Elvileg. Bright Jellyből 13 darab kell fejlesztéshez. A felet lehet eladni mindent. Nem fejlesztek. Én abban hiszek, hogy minden úgy jól, hogy van. Nem szeretem a fejlődést. Nem. Egy kéz a kézben jár az ismeretlen dolog. De hát régen minden jobb volt. Jogos. Mindig. Nem mellesleg az idő mindent megszépít. Köszönöm. Na, akkor most elmegyünk Tunát halászunk, aztán azt is leadom, megfőzöm, és aztán utána odaadjuk a békának. Egyébként, ha már a Dunánál vagyunk, akkor elmehetnénk oda a múzeumhoz is. Suzannehoz. Ezek a nevek. Elmenni Suzannehoz, és ott leadni neki néhány cuccot, amit időközben összeszedtünk. Ja, a régi kaszatokat, igen. Például, mert azt legyen, hogy jó áron átveszi, és ha átlépnénk a 30 ezeret, mi mindig visszamehetünk Albert bácsihoz, és akkor meg tudjuk venni a nagyobb hajót. Egyébként nem tudom, miért kergettem ezt a nagyobb hajós dolgot, de... de... ez már egészen úgy hangzik, mint egy terv. Mi? Megérkeztünk? Nem, szerintem besötétedett. Nem, még ott mész. Jó. Ne kell megküzdeni ezzel a kurva tonhallal. Ez magától elszakad. Lehet, nem kell túlvesztenem a hort, húrt. Milyen fárasztam. Na jó. Nincs több szarakodás. Tiszta Zelda. Elszakad, nem tudom. Dinamittal nem lehet. És ha ilyen kicsiket húznál, eresztenél rajta? Nem az a probléma, hanem az, hogy
Ha felengedem az X-et, és akkor is vörös, akkor is el tud szakadni. A pirosra, valószínűleg érzékenyebb, hogy itt egyáltalán nem szabad hagynod elmenni pirosit. Mert még egy kicsiket húzogass rajta. Na. Nem akarok nagyot rárántani. Ez a dolog úgy. Csak akkor húzd, amikor a Damil megernyed. Nem, elpattam. Ja, csak tip volt, jó. Hello, moslék. Ciao. Mindenki mindent félreért. Türelmetlen vagy. Ez egy hosszabb meccs lesz szerintem. Nehogy már a tonhal fogjon ki rajtad. Elcsökítem az embereket a túlvilágban, de egy kurva tonhalat nem tudok kiszedni a vízből. Amelyek elég nagy tőlük azok. Hogy? Elég nagyok a tonhalak. Igen. Kapjokat, hogyha belerántok a piros tartománynál is. A pirosnál egyáltalán nem nyomja. Nem is kell, hogy nyomja. Egy idő után elszakad magától. Jó, elengedem. Kicsit húzok. Oké, most nagyon húzom. Elengedem. Picit húzok. Igen, most megint nagyot. Elengedem. Aha. Elpattam. Hogy lesz ebből tonval? Most azok is gondolkodom, lehet, hogy egy kereskedőtől. Valakitől, akinek a mestersége a halász. Pedig ez már majdnem jó. De egyre messzebb került tőlem. Igen, valószínűleg ez lesz az, hogy mindig vissza kell fordítgatni, amikor elindul abba az irányba. Türelem. Megszem.
Pedig már szerintem ez egy már majdnem. Valószínűleg sokáig kell ezt csinálni, de... Igen? Szerintem ez már nem volt ez olyan messze. Bár már elvileg nincsen ilyen opció, hogy ennél jobb botunk legyen. Nekem is ez volt az első gondolatom, hogy lehet egy erősebb betonok kéne. De elvileg nem. Igen. Ez kibaszott érdekes. Szégyen szemre nézzünk egy végigjátszást, hogy mit kell csinálni. Na pedig valószínűleg ugyanezt nem lehet annyira vele. Kibaszott, bonyolult. Biztos, tehát... hogy ezt kell egyébként csinálni, amit eddig is csinál, de csak tovább. Ma akkor próbáld meg, hogy elengeded, amikor már narancssárga. Tehát, hogy ne is várd meg, hogy pirosra átmenjünk. Köszönöm. Még a pirosban is próbálok kicsit így belerántani, hát ha... De... Szedd már ki azt a kurva halat a vízből! Ez kurva irritáló. És bazen nézve fölkelt a napközben. Igen, tudom, hogy elvigy egy egész nap a horgászás. Jó. Most már tényleg... Csupa izgalom a horgászként. Elmegyek a... Bord. A... Értéktárgyokat leadni itt ennél a... Jó. Izénél. Betűt nyomva. Az a baj, hogy miután kontrollerrel nyomjuk, az így nem baj, ha piros a bot. Ne. Beszarok, hogyha az lesz a megoldás, hogy mozgásban kell lennie a hajónak. Lehet, hogy attól jobban a fáradt. Hó, az víznek minősül, nálatok? Nem, az nem, csak az eső működik, de szerintem ennyi épülettel más se. Gondolod, hogy ennyire alapos a játék? Gyanús. Azért erre azt hittem, hogy ez egy nyuszi. Horgászos Dark Souls. Egyébként igen. Idegesítő. Oké, ez már ebben? És tényleg a kolibri beszél. Ezzel a módszerrel, amit írt, mert már az és 2,5 perc kifogni azt a halat. Igen. Két és fél perc kiszedni azt a halat?
bazd meg. Egyszerűen, hogyha elmegyek, mondom egy kereskedőhöz és megveszem tőle. Hát, hogyha van ilyen opció, akkor igen. Tényleg? Lehet ezt boltba kapni? Hát, ha igen, akkor azt valamelyik mosómedvén tud. Ja, ezt én most a hibát már többször elkövettem a beszélgetésekkel. Meg ezeket a cuccokat nem tud elsőzni. Na, a Crash-el tudom majd fejleszteni, ami jó hír. Na, és ez a Collection az most van. Nem eladni tudok. Nobika, amit írtál egyébként, igen, ez volt a taktika, csak van, amikor szerintem a türelem elfogyott ott a bolttartás közben. Igazából ennyi, amit beszéltünk, hogy a narancssárgánál már el kell engedni. Te megpróbálod egyébként? Hát... Most én vegetatív állapotban vagyok, úgyhogy... A rohadt kaját kéne csak megcsinálni, meg ez a surf and turf. De ez nem jöttem rá, ez micsoda egyébként. Build a smithy. Ja, ahhoz kell majd a fejlesztett... mi ez? Blueprintes. Izé, ugye? Ha túl messzire jut, akkor meg amiatt szakad el. Megnéztem a videót, hogy fogja ki a tonhalat, de nem engedi, hogy a hal nagyon elhúzza a damját. Hát pont ez a probléma, hogy nem tudsz más nagyon csinálni. Tehát nagyon gyorsan átmegy vörösbe ez a damia, és nem tudok kihozni, de az van, hogy ezzel a vörös színnel lehet egyébként valamit megkezdeni. Amit nekem még feltérképezetlen tájék. Vagy nem tudom. Na, a lobster már van. Érdekes, hogy... Ezt könnyű kifogni. Ez jó gyorsan megy a hajó. Ti egyébként tudtátok fejleszteni a pecabototokat? Nem mi? Szerintem azt nem lehet. Vihettem Giovannit az Everdorhoz. Vajon el tudok vinni egyszerre kettőt? Nem hiszem. Na gyere, Giovanni! Azért annyira ne örüljél, baszki. Előbb még kifogom a tonhalt. Thank you.
Sor című játékot megnéztettem. Nem. Mi, ez mobil játék? Nem tudom. Új Lovecraft. Felírjuk. Mi van, ha nem kezdem el, csak egyszer megrántom, és nem kezdem még el kihúzni. Túl messzire megy az, és... Közel kéne tartanom, de hogyan, bazd meg? Az a baj, hogy nem következetes, hogy mikor kezd el beizzani ez a... ez a pecabot. Próbálok a vörös tartományban is így aprókat nyomogatni, hogy, hogy ne ússzon ki a képből, ne menjen túl messzire. Nézd, hogy hány ilyen fehér tartomány van. Ezt elkezdem számolgatni. Ötig azért nagyjából sikerül eljutni. Ne nyomogasd apránként a húzó gombot, azzal a cooldown idejét húzod el, ami miatt meg túl messzire kerül a hal. Próbáljuk meg akkor. Nem látom különbségben. Sőt. Így kifejezetten messzire megy el. Ha sárgánál elengedem, akkor is átmegy pirosba. Mi vagy, ha megpróbálom azt, hogy még a sárgát se érje el? Próbál. Bár akkor is marha messzire megy el vele, szerintem. Igen. Aha, és így is fölmegy vörösbe. Amit írtok tőle, egyébként pont ugyanezt csinálja, csak vagy még kellene ott még egyet nyomni, vagy más... máshogy... Elviszem ezt a nyomorult Astridot közben a... Ja, legalább annyi sikerélmény most legyen. Na, ezt... most már kezd idegesíteni nagyon. Amíg még kiírunk ebből, kiérek ebből a zónából, hogy megpróbálok ezzel a buzi hallal kezdeni valamit. Még tényleg kurva zavarom. Tudom. Főleg, hogy ezen múlik az, hogy atult is le lehessen mondani. Jó, az biztos, hogy a piros zónában lévő botot dobnál be, bazd meg. Azt semmiképpen nem tudom X-el tovább feszíteni, ezt tuti. Na, harapsz még, vagy? Na, tudom. Cooldown-t valahogyan lehetne rövidíteni. Az fasza lenne. Mindegy, kapod le azért... Giovannit. Az volt a terv már, úgyis, hogy egy lelket mindenképpen átvigyünk. Meg ez mindig olyan szép. A vértenger.
Ez azt jelenti, hogy egy fővel kevesebbre kell majd teríteni a békene. De Giovanni nem is kért kaját szerintem. Ja. Mármint, hogy szerintem nem adott le receptet. Fönt van a bárba szerintem. Vágom, csak közben éhen hallok a bárányok. Bárányok hallgatnak. Tudod mi van? Abban a másodpercben meglátottalak, tudtam, hogy különleges. Valaki, aki ezt nekik nem számít, hogy történik, mindig ott lesz, hogy a helyesen cselekedjen. Meglátom az ilyesmit az emberekben. A rekedéseket látom. Ez egyszerű. Átragadt rajta. Azért ezért szerettem bele aztán. Sok időt fordítottam arra, hogy küldöttem lévő különböző szép magukat. Vicceket mondtam, szórakoztatok, voltam. De valójában mindig csak miatta jöttek. Az ő királyi, nyers, ragyogó lelke. Ez a név. De te, Bambina, ott van az a tekintet a szememben. Az a lágy, gyilkos vibe, vibrálás. Sokat látok benned magamból. A bátorságod, a humorérzéket, a kusztó, az ízlésed. Tudom, nehéz a csinálni, tudom, nehéz a munkád. A company, összeállni, társulni. De van valami közlek egy kifejezés is. Emberekkel a vég felé. Állsz, ha már csinálja közben? Ah, igen. Csak ilyen halka. Ez gyomor kell, vagy ez tökök kellenek. Acéllélek. De, vagy egy jó hírem. Neked van. Megvan benned, Bambina. Még a két kecs is legyen. Még ha nincs is hited magadban. Én hiszek benned. Hiszek az erődben. Hiszek benned, Pínát. Most is mindörökké. És ha bármikor szükséged lenne valamire, már leszek messze. Ott leszek, mellette. Mindig ott leszek. Ez aranyos. Kéne ilyenkorán távoznom. Így nekem, bárcsak tovább maradhatnék. Igen, mert nekem gondoskodni fogsz a streetről is, hogyha elmentem. Rendben.
és ne hiányozott neked túlságosan rám. Hát nevetőző. Amúgy sem még nem tudok meg. De szerettelek téged, és ez így is marad. Jó, hát... Azok, akik valóban szeretnek, sosem hagynak el. Elképesztő az élet, nem? Nem várok semmit. Kivéve, hogy elhagyom azt tudod. Kivéve, hogy elhagylak téged. Ez kell csak filmölni. Bárcsak láthattalak volna felnőni, de hát ez van. Hiányoltam a többinél. Ez kinek az emléke lehet? Erre kell menni, vagy ott följön? Nem tudom. Bár mindegyik figura olyan, mintha az egyik lélekben az előző jel, de lehet, hogy ez a nagymama, nagymamája volt, vagy nagymama volt. A Shinny mama.
Ez a halál lehet? Ja, Hádész, jó. Ugye itt írták tippeket, hogy hogy próbáld meg a orgászatot, megpróbálod még egyszer? Á, muszáj lesz, mert különben nem fogom tudni ezt a kurva békát áttoszni a túlvilágra. Itt írta Mermárt. Igen, egy pillanat, ez ide kell jönnem, akkor elmegyek a nem engedi kiegyenesedni a botot, hanem mindig kicsit görgülve van. Tehát csak picit enged fel. És aztán ráhúz, aztán megint picit felenged, és rögtön ráhúz, így a hal nem megy messzire. Mi? Aha, tehát akkor nem a damiat kell figyelni, hanem a botnak a merevedését. Ja, felje, még le kell aratnom a halála után ott maradt virágot. Nem tudom. Most azért kéne tudnom, mert ahhoz kell sajtot venni. Nekem nincs olyan érzésem. De jó. Mindjárt jövök. Bocsánat, srácok. Csak a szokásos bolt környét bezárom. No. Ő a jókedv. Te is éhes vagy? Mindenki éhes? Te is éhes vagy, kis gombat nem? Jó, mit akartam, kell menni a pecázásra. No. Na akkor megint neki megyünk annak a pecázós résznek, és megpróbáljuk a kivételesen a botnak a merevedését figyelni. És nem pedig a színét, hogy feszül meg ilyenek. Azt mondtad, hogy nem szabad, hogy megfeszüljön a bot, ugye? Ez a menüpoksáv hiányzott nekem ott fönt az útvonal. No, akkor nem hagyjuk kiegyenesedni a botot. Ez az új taktika.
Én nem is figyeltem a botnak a szögét. Várjunk. Tehát mindig legyen egy hajlítás a boltban. Eddig olyan következetesen valahogy tudtam tartani azt, hogy ez a rohadt Damil ne szakadjon el, de egyszerűen most legalább annyi ideig van vörös tartományban, mint normál. Ja Isten, harapjál már rá az Isten, verjen meg téged. Hello Dominikus. A héten akarok én is ezt megcsinálni. Próbálhatom? Próbálj. Melyik kell? Csak az X-et kell. Nyugi, hogyha leállap, akkor tudom. Tényleg ez elmegy a legtöbb időt. Aha, nagyon az a baj, én is ilyen türelmetlenül nyomom. Fura, hogy mi alapján pirosodik be, mert az előbb láttad, hogy nem is húztam, és elkezdett pirosodni. Fura. Jó, hát bénák vagyunk, ez van. Azért annyira nem, te nem igazán értem, hogy mi alapján vörösödik be a pecabot. Tehát amikor nem is húzod, nem feszíted, akkor is elkezd vörösödni. Na, rém fura. Erre azért vörösödni, mert most húzod, most vörösödni, de most úgy vörös, hát hogy... ez az, hogy olyankor vörösödik be, amikor... Amikor? Amikor nem csinálok el semmit, akkor is vörösödik. Na, megpróbáljuk újra. Mm.
Húzd már ki! Szedd már ki azt a dögöt! De tényleg! Ez komolyan bazd meg, ezt nem hiszem el! És elkezdem tényleg így robátkázni, hogy mi van. Komolyan fél percen keresztül, egy percen keresztül kell csinálni. De tényleg. Jó. Tök kéz vagyok. Most meg robátkázom. Egy. Egyed már ki, hát de könyörgöm. Hú, basszus, mert ezt most elcsesztem, azt éreztem, hogy elcsesztem. Na. Tízegyszerű nekifutással nem sikerül kiszedni ezt a szájbarakot kurva tonhalat, nem hiszem el, bazdmeg. Akarok navigálni, mert ír. Csütörtöki beszélgessünk, addig tart, amíg el nem fogy a palackríz a hétfői Facebook fára, amíg ki nem szfogjuk a tonnal. Ja. Most dobtad be, ugye? Igen. Jó, az biztos, hogy 10-szer le kell menni ennek a szarnak, mert addig nem tudod kifogni. Egy. Jó. Ja. Adj odafigyelj. De az a helyzet, hogyha nem engedem vissza, akkor a pirosságba egyből elszakad a damit. Lehet, hogy arra utalnak, hogy ha a sárgába beér, akkor már vissza kell húzni, nem kell, hogy még lejjebb menjen. Szoktam. Ez a baj, hogy akkor is beváltja a piros... Megpróbálod? Próbáljuk. Hát, ha... Aha, tehát a pirosba nem tudom... Mindenképp átmegy pirosba, tehát hogy az... Tested az ő savar. Van egy sajátos cooldown folyamata, a színek nem is annyira fontosak. Thank you.
Bazd meg, végre! Szép volt. Na menjünk, süsd meg azt a halat. Kurva élet. Hálásak, köszönöm nektek, srácok, a segítséget. Hú, basszus. Végre. Most el fogom azt a figyelmet, hogy mit akarok lenni. Mivel kellett ezt megcsinálni? Zöldséggel. Ja, zöldséggel, bármivel. Szerintem inkább, de nézd meg inkább, itt egy bőrt ezen. Olyan még egyszer. De mit kell megcsinálni egyáltalán? A tunataki. Tunataki. Jó. Nem, fönt, a szén az kaja? Fönt valahol. Hát recept van hozzá. Azaz. Valamilyen veggie. Répa. És még répát is borgásnak kellene. Ha? Az szép lenne. És az reménykedjünk, hogy ez ott az a kaja lesz. Azt a kurva. Egyére nem merek innen elmenni. Mi van, ha elkúrom? Nem akar valamelyikötöket menni a túlvilágra? Most még egy. De ezt nem sok játék mondhatja el magáról, hogy itt küzdesz a kurva tonhalért. Let Astrid live her best life. Azt hogy? Hogy 6 dolgot kell csinálni. Lehet, hogy beszélnem kell bele. Majd tévé kell lenni neki, nem? Igen, de ahhoz kell valami... Kell az a üzem, az a shifty, vagy mi? Igen. Jó, most akkor készül a kaja. Ez lassan megvan. Learatom itt az almabokrot. Magadig ültethetnél valami növényképet. Hagyma. Hú, a hagyma az nagyon finom. Szerintem mennyi idő kell még, hogy felkeljen. Már fel is kell. Ah, király. Csak ezzel nem kellnek fel olyan gyorsan, ugye? Felverem a bandát. Jól az ilyen szaroknak is. Igen. Aha, kagyló. Valami rendszer kell, mert talán van benne az őrülőben. Legyen tudnak. Hogy ez az a kaja, ami kellett. Nem, ez bújjabász lett. Akkor másféle zöldség kell hozni. Na, menjél horgászni. Bazd meg! Jó. Oké. Szerintem répát rakott mellé, Zoli. Répát tettem mellé. Hagyma kell, nem mondtam, hogy hagyma kell neki, azt írja Dobika. Kurva, annyi eltennek, bazd meg. De hagymám egyébként van. Van elvileg. Ja, az ott van. Hú, van, bazd meg, akkor szedjünk még egy halat. De ott az illusztrációban ott répa volt, bazd meg. Hát valószínűleg lusták voltak áttervezni. Elmennek ezek, na mindegy, jó van, faszom.
komolyan meg fogom mutatni a vizet receptet, tehát ott répa van. Elmentem volna én? Lehet. Hol van a hal? Ott, fönt. Igen. Hát azt szerintem nem most fogjuk meg. Megcsinálom, most már nem érdekel. Megcsinálom, bazdmeg, most már nem érdekel. Ne ott fel. Hagyma fog, hagyma paradicsom vagy oliva. De bazdmeg, de ez nem neked szól, de ez mi? Figyelj már, hallod? Megőrülsz, nézd meg, ott van mellette a leírásban, ott határozottan. De az kép, az egy répa. De ez csak egy ilyen összefoglaló kép. Mert a másik meg egy alma, ha nézed. De figyelj, mert milyen illusztrációkat tudnánk csinálni, hallod? HDMI kábelt árulok, ráteszem egy aspirinnek a képét. Jó. A kép csak illusztráció. Faszom. Nem fagyja fenn. Én vagyok a hülye gazdag, a kérdéseket teszek fel. Na, ja nem, ezért mentünk a füves rozmárhoz. Hol vagy rozmár? Ugye a rozmár? Utazhatnék, gondolom. De nem baj, legalább lett egy nyakláncunk, azt majd be tudjuk cserélni, és igazából egy lépéssel közelebb leszünk ahhoz, hogy nagyobb hajó legyen. Egyébként az előttünk lévő révésznek miért nem volt ilyen faszán belakott hajója? De neki is volt valószínűleg. Hát azon nem láttam azért fűrészt, műhelyet meg ilyeneket, vagy lehet, hogy én már egy fejlettebb generáció vagyok, aki sokkal szenzitívebb. Ő már abszolgákat tartott. Ja. Ő befogta itt az utasokat dolgozni, nem úgy, mint te, hogy itt csak hesszel mindegyik. Na, az ötlet az, hogy a tunát kikapom. Addig is pecázok itt csak. Jeges medvét fúl. Teljesen. Hát ez már nagyon... Teljesen rutinból. Most nem is értem, hogy volt ott a probléma. Hozzá ne szóljon. Menj már innen! Na. Tuna. És akkor most teszünk be hagymát, ugye? Igen. Nem jó hagymát tettük ki? Szedd ki még gyorsan. Mi a baj ezzel? Szedd ki. Ne póré hagymát. Jó, de akkor sima hagymát, akkor még szerezni kell. Ne basz ki, hogy basz meg, nincsen hagymám. Szerintem sima hagymát nincsen. Vagy fokhagyma, de az sincsen. Ezt basz meg? Hát akkor ezt nem most fogod megcsinálni. Most figyelj csak egy kedvet tudok egy túlzatóval. Anyját a töltözni. Kiveszem onnan a retkét, és megnézem, hogy tudok-e ültetni Onion-t. De van hozzá magod? Nem tudom. Bár most ott nő valami, az hagyma leszem. Hát még az is lehet. Ah, na, Onion-om. Az lesz. Jó, akkor az majd még egy ideig. Oliva bogyó, azt szerintem az sincs. Vagy van oliva bogyód? Nem tudom. Most frankon találgatnom kell, hogy miből fogom összerakni a kaját, azért ez kurva nyomasztó. Ő sem veszi meg a szarkaját, most hitted volna? Jaj, nem eszik zöldséget. Azért.
Hogy semmit nem eszik, amiben zöldség van? Ez hülye az. Az jó lett. Rántott hús? Nem. Várjál, rántott hús, az nem volt kérés, ugye? Nem, az nem volt kérés. Hát baszki, most komolyan. Ez most így lesárpasztó. Egyébként úgy látom, hogy nem kapok új halas zónákat. De van még. Egy van, de nem képződött úgy. Lehet, hogy ennyi halat tudod kifogni a szalagot? Hát már csak nem. A Dunából azt nesze basz. Hát már csak nem azon múlik, hogy háromszor elcseszed valahogy akkor. Mindig. Zenélj a hagymát. Akkor gyorsabban nő. Tényleg? Azt nem is próbáltam még. Nem próbáltam még zenélni a veteményesemnek. Ez a béka hang, ez nagyon jó. Vagy béka? Nem is béka. Kacsa. Kacsa, igen. Adrián. Nem tudom miért a béka. De jó, az is lehet. Teket tök mindegy, mi? Igen. Nekem ma már minden mindegy. Hol van a gitárom? Nem ott. Csak. Tényleg a Spirit Flower-t felvetted már a... Fel, persze. Lounge-ba. Hogy nem. Egyik első dolgom volt. A macsek most örül. Hogy a picsába gitározok? Hosszan nyom meg az inventory. Ó, de jó, ilyen van. Viszont addig kell nyomnom, mert ki nem nő a gyom. Ki is nőtte. Ennyi volt. Kötsz a hagymát. Na. Na akkor elvileg a hagymával már meg tudom csinálni a tunát, ugye? Elvileg igen. Elvileg a hagyma az már jó, ugye? Az nem visz semmi rosszra, ugye? Ez milyen kurva jó, mert a növényeknek igazából vagy víz kell ahhoz, hogy nőjenek, vagy el kellene kezdeni neki bazsebálni. Oké. Okay. De ha nem az lesz. De ha nem az lesz, bazdmeg! Egyébként a békámat nem azért tartom, hogy bazseváljon? Néha, szokott. Elvileg, most akkor ez így faszaság. De magamtól be azért tudod, mennyi tunát kellett volna kiszagnom ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mi kell ide. Az biztos, hogy egy darabig el lett. Á, baszak megnéztük volna, hogy mi kell hozni. De ez milyen kétségbejtő már? Szerintem ez az utolsó vacsora lesz a béka utolsó vacsorája. Valószínű. És akkor azzal a svunggal én gyakorlatilag enyhén lassítok a túlvilág kapuja előtt, kikúrom a békát és megyek tovább. Anya! A többiek is szoktak zenélgetni. Én ugye emlékszem, a békát is láttam zenélni egyébként. Valamit adott nekem. Ó, kaptam egy mutatós vázát. Elmegyek a hagymához, jó? Elpasszolom neki a szalvét. Hát, ha összejön a 30 ezer forint. És akkor hol egy hagyma? Hol a hagyma? Hát eltűntök a hagymák. Ott van most. Aha.
Közelebb nincs. És tényleg nincs baszki. Most drukkoljatok. Ah, megvan a tudatot aki, jó van. Akkor remélem béka még nem alszol, még bazsavának itt az ajtónál. Ó, köszönöm, édesek vagytok, de ez nektek szól inkább. De elkészült, he. Kurva tudatot ki. Itt van. Örülök, hogy jól érzem magam. Átfihet meg a túlvilágra. Ugye beszélek mi a faszommal békában. Csak elmegyünk innen, ez az idegörőzen legyen. Na paszt, hülye vagyok. Nem oda. Hagymához. Na. Mit kívánsz mondani, béka? Le vagy nyűgözve, hogy elkészült a kurva tudatod a kínű. Bár csak egy kéne egy hely, ahol tudunk enni. Mit szól el a Humminbergbe mennénk? Alig várom. Pont ez jutott eszembe. Valahova jó messzire. Valahova helyre, ahol. Stardew Valley-t, te próbáltad? Stardew Valley-t. Nem, az egy ilyen menedzserős cumó. Figyelj. Megvan a 30 ezer pénz. Igen, úgyhogy... Első útunk most Gusztáv bácsihoz fog vezetni, hogy Arnold, aki a faszonál. Albert. Igen, és akkor utána meg elmegyünk Humminbergbe, megeszi a béka a szarját, és akkor... Szépen megfogalmaztad, Kisztor. Költői kép volt, ez erősen. Plasztikus, figyelj. Az azt mindenki plasztikus. Ért is. Ennek örömmel pecázom egyet, hát ha horogra akad egy... Levetett csizma. Ez az. Kösz a hatalmas bárkát. Még be se fejezte rövök és beleléptem. Szerinted ez illetlenség? Há? Ennél? Tök minden. Humminberg az viszont ott volt innen nem messze, ugye? Nem tudom. Jó, az éjszaka miért úgy se tudsz navigálni. Bevágok itt egy szónyát, csak hogy jó gyorsan meg tudjuk csinálni. Mert elképzelhető, hogy még egy-két percen belül le tudjuk tudni a békának az összes problémáját itt. Mit szólsz hozzá? Jól van. Mi kell a Master tervrajzhoz, az fog kelleni a Smithyhez. Fogalmas is, mi kell a Master tervrajzhoz. Megnézzük? Hát, vagy azt nézd meg, vagy akkor a... Csináld a atúnak a kipakolását. Megnézem az ő Master tervrajzot, az ő biztosan biztos meg. Elképzelhető egyébként, hogy mindenünk megvan hozzá, vagy legalábbis le tudjuk gyártani, csak itt felé az ember a fejét a falba. Aha.
Cink, az, a cinket még tudnék, de ez a silica powder, ez honnan jön, azt nem tudom. Viszont utána fogok tudni ilyen tehénistálót csinálni, tehát lesz tojásom. Igen. Jó a kapcsolás, ügyes pedig. Jó, akkor menjünk Humminbergbe. Mint hogyha bezúzod a crusherbe, abból lesz a silica powder. Komolyan? Nem mondjátok. És tényleg baszki? Az Albert-től be tudtuk volna húzni a mesztőből. Nem baj, majd legközelebbre is kell valami. Jó kérdés. Vagy a bárki éhen tud-e halni? Meg ez egy érdekes egyébként, hogy ezek ugye lelkek. Átbocsátásra váró lelket, de a birka is lélek. Nem tehát valószínű. Lélek birkát nyírok, meg ilyenek? Nem valószínű. Tök jó. Milyen rohadt messze van már? Nem akartál buszolni? Nem. Nem, mert azt hittem, hogy közelebb van. Na, mindjárt ott vagy. Most legyél, egy kicsit sok volt a készítőknél az LSD, mi? Hát valamin biztos rajta voltak nagyon. Na, irány Humminberg, és akkor... Itt valahol van egy kajálda, ezek szerint, ugye? Gondolom, hogy van. Áh, itt nagyon nagy. Ez nagyon jó. Tudom, hogy összehozott mindenki. Itt van, de jó. Megyünk! Oké. Nagyon köszönöm, hogy ezt mind összehoztad. Egyedül nem lettem volna képes rá. Te jövök, mint egy nagy család élmény. A családok részének érzem magam. Kaja? Már jó csak. Vigyünk. Hát, nem, mint hogyha többen kimaradtak volna a buliból. Hát, mert ők idejekor elleléptek. Vannak egy meggyőződéssel, nem szeretik jól érezni munkat. Jó. Igazából... gyakorlatilag sikerült ezt megcsinálni. Lehet, hogy Astridnak igazából az, hogy megéri élete legjobb időszakát, az csak annyi, hogy 6 napot, 6 nap még elteljen. Lehet. Jó, mert akkor nagyjából ez így követhető.
Jó van. Figyeljetek, akkor igazából az van, hogy teljesítettük a mai napi penzumot. Egy lelket átlöktünk. Egy lelket átlöktünk, szerintem a béka lesz a következő, nagyon-nagyon úgy tűnik. És utána meg szerintem Astrid lesz. Szerintem neki ez a 6 napja így eltelik. Igen, Nobika is ezt írja, hogy utána megy a férje után. Ha. Jó. Na. Ez jónak tűnik. Jó, hát ez egy kicsit hosszadalmas tonha halászata. De nagyon köszönöm a türelmet, meg a segítséget, nagyon-nagyon aranyosak vagytok. És akkor holnap találkozunk, nem COD lesz, hanem Rainbow Six Siege. Igen. Úgyhogy abban most elmerülünk, ez egy izgalmas év lesz nekünk. De oda még kell egyeztetni a platformot, meg ilyeneket. Igen. De ez elvileg holnap délután Zoli lezongorázza. Egyekszem. Illetve, hogyha megcsináltam a munkát utána, igen. Jó. És reméljük visszaér streamre. Ja. Na, hogyha holnap találkozunk, srácok. Igen. Legjobbakat. Sziasztok. Szép estét, sziasztok.